És el is érkeztünk az évvégi záró műsorunk második szegmenséhez, a sorozatok toplistájához. Nézzétek meg a teljes adást, vagy a filmes toplistát a részletekért. Röviden, a csatorna tagjai Géza, Beni, Józsi, András, Dani, és én, Patrik, meg a Minden, ami Marvel és Star Wars csatornától Csuri is összeszedte a saját top 5-ös listáját az idei év legjobb filmek, játékok és sorozatokból. Ezeket összesítettük, és lett 3 darab top 10-es lista. Most pedig, ahogy már említettük, el is érkeztünk a sorozatos listához. Külön díjasok. Volt pár sorozat, ami nem fért rá a listára, de a csatornatagok személyes listáján szerepel, ezért mindenképp említést érdemel. Ilyen a Gyilkos Lelkek első évada, a Dracula és a Michael Jordan az utolsó bajnokságig is. 10. Vezércsel. A hidegháborús érában helytállni próbáló, női sakkozó zseni kalandjait nagyon szépen mutatja be a sorozat. Érdekesség, hogy a főszereplőt alakító Anya Taylor-Joy még Polgár Judittal is beszélget itt egyet nemrég. Aki nem tudná, Polgár Judit egy világhírű magyar sakkozó nő, aki több sakk nagymestert is már legyőzött. 9. Titánok második évada. Több animációs sorozatban is feltűntek már a titánok, azaz a fiatalabb szuperhősök a DC univerzumából. A Netflixen megtekinthető, élő szereplős sorozat pedig az a csapat eddigi legjobb feldolgozása. 8. Lucifer 5. évad első fele. Ugyan a teljes évad még nem érkezett meg, de már nagyon várjuk. Főleg a végén történő hatalmas lezáratlan jelenet miatt. Egy méltó lezárás alapja lehet ez a fél évad. 7. S.H.I.E.L.D. 7. évad. Az már régóta futó Marvel spin-off sorozat ugyan megosztó lett, de volt olyan a csatornánál, aki bizalmat szavazott neki, és így felkerülhetett a listára. 6. Money Heist 4. évad. A professzor és a csapata második grandiózus rablásának történetét ugyan még nem zárja le ez az évad, de egy nagyon izgalmas történetet vonultat fel, ami a többi évadhoz képest hasonlóan magával ragad. 5. Űrhadosztály első évad. Egy nem annyira ismert, de nagyon szórakoztató sorozat a Netflixes űrhadosztály John Malkovich és Steve Carell főszereplésével. De tényleg, érdemes ránézni. 4. Ez így nem oké. Sok közös vonás van a Stranger Things-el. Mindkettőben a főszereplő egy telekinézissel bíró lány, mindkettő hasonló korban játszódik, de az ez így nem oké, még nem annyira kiforrott. Pont ezért kíváncsian várjuk, hogy mit hoznak ki belőle, mert potenciál az bőven van benne. 3. Vaják első évad. A Netflix nem titkoltan a Trónok harca nyomába lépni kívánkozó sorozata igen jól sikerült. A második évad forgatása ugyan döcög Harry kevés sérülése miatt, de legalább van ideje a színésznek tesztelgetni az új videókártyáját. 2. Klónok háborúja 7. évad. A Klónok háborúja utolsó lezáró évada remekül sikerült. A filmek terén nem volt erős a Lucasfilm az utóbbi években, de kétségkívül nagyon odarakták az idei évet a sorozatok terén. Sajnos a Klónok háborúja lezárult, és ugyan még spin-off sorozatok érkeznek hozzá, de azokra már igazán nem lesz nagy szükség. Egy kiválóan lezárt szériát tudhat maga mögött a Star Wars. 1. Mandalorian. A Klónok háborúja 11 ponttal második, és a Mandalorian 28 ponttal nyert. Megint elsöprő győzelmet tartott nálunk a lista első helye, a filmekhez hasonlóan. Több videóban és podcastben is beszéltünk már a sorozatról, végül is az egész történetet egy izgalmas hullámvasút, rengeteg megállóval. És ez a sok megálló, a sok fanservice, amit az összes Star Wars rajongó eszméletlen nagy örömmel néz végig, nem érdemes kihagyni. Filmek szempontjából sem volt túl gyenge az év, bár ott a tavalyihoz képest alul maradt, és ugyan sorozatokból sem volt az igazi, de jó pár széria volt, amit érdemes megnézni. Csekkoljátok le a többi videónkat, és gyertek, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz. Iratkozzatok fel, és mindenképp írjátok le kommentben a saját listátokat. Nézzétek meg a filmes és a játékos listánkat is. Jó szórakozást kívánok, boldog új évet, és addig is, sziasztok!